Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy egyszerre töltheti be a visegrádi együttműködés és a közép-európai kezdeményezés elnöki tisztségét. És ez a kivételes időszak és kivételes alkalom alkalmas arra is, hogy olyan problémákban szervezünk tanácskozásokat, olyan problémákra hívjuk fel a figyelmet, amelyek nem csak mi számunkra fontosak, hanem ezen szervezetek tagállamai számára, sőt, talán a világ minden nemzete számára. Hiszen a mai tanácskozás két hívószava és két kulcsfogalma, a versenyképesség, illetve a gazdasági növekedés és a közigazgatás reformja. Két olyan fogalom, amely nem csak világszerte nagyon sokszor előfordul mostanában a vitákban, beszélgetésekben, de itt Magyarországon azt mondhatjuk, hogy az elmúlt három év kulcsfogalma is volt. 2010 nyarán, amikor a kormány hivatalba lépett, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Magyarország erősebb legyen, és az erősebb jelzőn mi elsősorban versenyképességet értettünk. Legyen versenyképesebb, azaz úgy alakítsuk át Magyarországot, hogy amikor Európában a gazdasági növekedés ismét beindul, akkor Magyarország ne az utolsó, hanem az első között legyen. Magyarország ne fékezője, hanem egyik motorja legyen az európai gazdasági növekedésnek. Tudtuk, hogy ehhez rengeteg mindent meg kell változtatni, és azt is tudtuk, hogy minden szakpolitikai reformot ennek kell alárendelnünk. Így a közigazgatás területén is, hiszen az elmúlt 3,5 év közigazgatási, állami igazgatási és önkormányzati reformjának az egyik alapvető célja az volt, mint ahogyan itt majd az előadások során hallani is lehet, hogy úgy alakítsuk át a közigazgatás rendszerét Magyarországon, hogy az a növekedést szolgálja, amellett, hogy a polgárokhoz közelebbi szolgáltatásokat nyújtson, hatékonyabb is legyen, és ezáltal ne akadályozza, hanem segítse Magyarország polgárainak életét. Mi az elmúlt 3,5 évben rengeteg lépést tettünk ezen a területen, és számos eredményt értünk el. A mai alkalom kiváló lehetőségét nyújt nekünk arra, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat más ország szakértőivel, politikusaival, döntéshozóival, és ezúttal, mivel tudjuk, hogy nem csak magyar jelenségről van szó, meghallgassuk más országok tapasztalatait. Én hiszek abban, hogy ez a tapasztalatcsere mindannyiunk számára gyümölcsöző lesz és tanulságos lesz, hiszen mi, amikor tervezzük a közigazgatási reform további lépéseit, nagy mértékben számíthatunk majd más országok tapasztalataira, és mi pedig saját tapasztalatainkat nagy örömmel osztjuk meg másokkal, szervezünk továbbra is szakmai eszmecseréket, illetve a szakértők számára is nagy örömmel biztosítunk lehetőséget arra, hogy ellátogassanak más országokkal, illetve az ide látogató szakértőkkel tapasztalatcseréket szervezünk. Mindenkinek jó és hasznos tanácskozást kívánok a mai napra, és azt kívánom, hogy tapasztalatokban, élményekben és gondolatokban gazdagabban féljenek. Köszönöm szépen!